Nyilván sokan láttátok már a Visszajövőbe című filmet, és gondolkoztatok azon, hogy milyen lehet vajon visszautazni a saját múltunkba, vagy éppen a saját jövőnkbe. A következő enigmában ezzel fogunk foglalkozni, és említést teszünk majd arról is, hogy mi erről a Vatikán állásfoglalása, vagyis az időutazásról. Nézzetek bennünket, mert érdekesek leszünk, és ne felejtjétek, ahol az álmok véget érnek, ott kezdődik a valóság.